kampány része volt a lejárató szórólapok és plakátok alkalmazását, nézzük. Szili Katalin Gyurcsány Ferenccel, mint egy B-kategóriás horrorfilm. Igazából, mint egy ilyen borzalmas ölelés, szegény házelnök asszony rémültnek tűnik Gyurcsány Ferenc ölelésében. Itt ez a három személyiség, ugye Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc, Szili Katalin az ország tönkretevője állítólag. És itt van a pécsi leltár a kezemben, ami hát szintén bár elvileg független kiadvány, de valójában a kampány része. Sajnos Páva Zsoltról most nincsenek nálunk ilyenfajta anyagok. Az Uránváros nem jutottak el ezek a dolgok, pedig Polgáros Jelöltúr saját kezüleg kapott el a Meszesben két darab lejárató szórólapot osztogató jó munkás embert a héten. Ugye a mostani kampányban rengeteg ilyen mindenfajta lejárató szórólap meg hasonlók megjelentek. Nyomi is találkozott ilyenekkel a postaládájában. És ez befolyásolt önnöd is, vagy mit szólt ezekhez? Hát nem folyásolt be, de kicsit sokaltam a dolgot. És találkozott egyébként kampányaktivistákkal? Ugye itt volt ezer... Nem, csak láttam messziről őket, itt voltam. Piros mintával 12-en. Hölgyek. És mit szólt ez egyébként? Semmit. Nem szóltam hozzá, mert nem tudom, hogy kit képviseltek, milyen ügyben. Messziről láttam őket. Pénzt nem tud szerezni egyik se, hiába van akármilyen összekötés. Úgyhogy nehéz dolga lesz, vagy egyiknek, vagy a másiknak. Én Gyurcsány párti vagyok, és biztosítani akarom, hogy az ő embereket hívjon. Aha. Igen. Egyébként? Nagyon elégedett voltam a Gyurcsánynak, és nagyon tisztességes, becsületes embernek tartom. És mit vár az új polgármestertől? Legyen az akár az önjelöltje, vagy akár Páva Zsolt? Mindegy. Várom azt, hogy csináljon rendet végre a városban. De lehet, hogy elmegyünk szóval. Tehát itt nincs az, hogy gondoljuk, mert nem gondoljuk, mindig voltak levenni. Igen, rengeteg olyan szórólap volt, hogy meglehetősen negatív színben tüntett fel, akár az egyik, akár a másik jelöltet. Önök is kaptak ilyeneket? És mit szóltak ezekhez? Hát nagyon nem tetszett. Befolyásoltak ez egyébként bármiben is? Hát például, hát nem az, hogy befolyásoltak, de mi fizetjük a Libe a reklám anyagot, amit kiraknak, és ott a Szili Katalin képe van kint, és akkor össze-vissza firkálták, de nem magát a képet, meg egy plexi borításon. Tehát a plexi borítást tették tönkre, és akkor én írtam rá arra a részre, hogy politikai hirdetést nem kérünk a jövőbe. És mit várnak az új polgármestertől, legyen az akár Páva Zsolt, akár Szili Katalin? Hát én nem tudom. Hát csak jobbat, mint eddig. Pécsektől egyetemista vagy, hogyha jól tudom. Szavaztál volna, hogyha lenne szavazati jogod itt a városban? Elmentél volna szavazni most vasárnap? Persze, természetesen. Hát szerintem ez egy állampolgári kötelesség, úgyhogy mindenkinek el kell menni szavazni. Nyilván ezek a szórólapok annyira nem befolyásolnak már, mint ami nem aki éppen a kampány csinájához tartozik. Meg persze bárkit be lehet járatni, de... Hát nem talált a kampányról, mint magára azért megvan a véleményem, mert szerintem a színvonal az elég gyenge volt. Már minden szépen, csak nézik az óriás plakátokat, vagy a kisfilm is készült, azt mondta Szili Katinak. Úgyhogy szerintem annak a színvonal az elég gyenge volt. Te, mint nem Pécs, de itt élő, itt tanuló egyetemista, mit vársz? Bárki se legyen az új polgármester. Én mit várok? Hát nem tudom, szerintem jó lenne most már tényleg így ez az LKV-s projektet valamennyire rendbe tenni. Vagy valamit így kezdeni vele, kilábalni belőle. Nem tudom, hogy ezzel lehet még csinálni valamit, mert sokan azt mondják, ugye, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha az egészet úgy, ahogy van, még visszamondanák. Most valaki azt mondaná, hogy lehet rajta még segíteni, nem tudom igazából, de jó lenne, hogyha tényleg valami döntés született, vagy valamilyen irányban indulni ebbe. Hova tűnt az a 36 milliárd forint? Melyik 36 milliárd forint? Az EKR Project. 36 milliárd forintja. Az hol van? Hol? Nálam biztos nincs. Én szegényebb vagyok, mint valaha. Úgy tűnik, a pécsiek inkább fagyiznak, mint sem szavaznak a mai nap során. Ennek ellenére pár órán belül Pécsnek új polgármester lesz. Páva Zsolt vagy Szili Katalin? Tegyék meg tétjeiket! Zavarhatom önt egy percre. Te
Természetesen, mindig szívesen azok a médiának. A választásról készítünk egy rövid videót, és arra lennék kíváncsi, hogy miért jött el ma szavazni? Fontos-e önnek az, hogy ki lesz a polgármester a Pécsnek? Hát, ha az nem is annyira fontos, de maga a szavazás az demokratikus jog. Nem kötelesség, mint az régen volt a rendszerváltás előtt, mikor csak egy jelölt volt, most legalább van kettő is, tehát ezért jöttem el szavazni, hogy éljek ezzel a joggal, ami egy fontos dolog véleményem szerint. És mit gondol arról a lejárató kampányról, ami mind a két oldalt jellemezte? Jól szórakoztam rajta, igazából be kell valljam, bár néhány esetben övonalütéseknek tűnt, de ez valójában Magyarországon, és nem csak Magyarországon, sajnos teljesen megszokott dolog most már. Jobb lenne mondjuk, hogyha nem csak ez lett volna a kampány utolsó 10 napjában. Szóval meg csak nevetünk a politikusokon? Hát többnyire igen, mert nem nagyon tesznek más, hogy mást tudunk csinálni. Na jó, azért valamit érdemes komolyan venni, és nagyon remélem, hogy azért a Pécs új polgármester, bárki is lesz, az ezt most még nem tudjuk, az javít a város jelenlegi helyzetén, mert ráfér. Bal vagy jobb? Balkezes vagyok. Köszönöm.